A technológiai fejlődés elérte a bányászatot is, hogy egy biztonságosabb, kevésbé környezetszennyező helyé változtassa. Nem sokára drónok és távirányítású járművek veszik át a terepet, hála az 5G hálózatoknak. A technológiai forradalom újjávarázsolja a bányászatot is. Miután Európának egyre több ásványra és nyersanyagra van szüksége, új technológiákat és eljárásokat kell bevezetnie. Egy európai kutatás jár az érén ennek a fejlesztésnek azzal, hogy átültet már meglévő technológiákat a bányászat mindennapjaiba. Azon dolgozunk, hogy drónok és ne emberek legyenek a bányák veszélyes részein. Azon is, hogy elektromos járművek közlekedjenek dízelmeghajtásúak helyett, és ezzel a bányák kevesebb széndioxidot, vagyis káros gázt bocsássanak ki. És azon is, hogy nagyobb arányban legyen automatizált az eljárás, és így teljes gőzzel folyhasson a kitermelés anélkül, hogy az embernek be kellene avatkoznia. A bányászat hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele a SIMS projekt legfontosabb célkitűzései közé tartozik. A drónok mindkét szempontból sokat segíthetnek. Miután be lehet küldeni őket a tárnákba, hogy derítsék fel ezeket, vagyis nem kell emberek életét kockáztatni ezzel. Az is kiderül, hogy miféle érc van a járatban. A drónnak különböző érzékelői vannak. Ezekkel feltérképezi a terepet, miközben a kamerája felveszi mindazt, ami látható, ami történik. Ráadásul világító berendezései révén vaksötét helyeket is fel tud deríteni. A gerince ennek a bányászati forradalomnak az 5G technológia, amely behálózza a bányát speciális adóival. Miután ezek rendkívül gyors és nagy teljesítményű átvitelt biztosítanak, lehetővé válik, hogy a felszínről irányítsák a mélyben dolgozó önműködő járműveket. Mindent hasznosítani akarunk, amink már megvan itt a felszínen. Például a mobiltelefonokban rejlő lehetőségeket. És nem egyszerűen emberi kommunikációra vagy az internet böngészésére, hanem nehéz gépek és érzékelőik irányítására, ellenőrzésére. Ehhez megbízható technikára van szükség, ami gyakorlatilag egyidejű információkat közvetít. A svédországi Luleå Egyetemén megépítettek egy virtuális valóságot teremtő szimulátort, amelynek segítségével bejárható a bánya, kapcsolatba lehet lépni a helyszínekkel és a projekt tervezte ottani gépekkel. Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legteljesebb mértékben feltérképezzék a jövő bányájában rejlő lehetőségeket. Ez a technológia nagyon értékes, ahogy látom, két okból. Egyrészt oktatás és operációs rendszer is egyben, a távolati társadalmi hatása pedig az, hogy közelebb viszi a bányát a laikusokhoz, vagyis elérhetővé teszi számukra azokat a helyeket is, ahová nem mehetnek. Persze elsősorban az operátorokat szolgálja, hogy lássák, mi történik a mélyben. Miután egyre nagyobb szükség van ásványokra és fémekre, hiszen alapját adják mindennapjainknak, a bányászat jókora felfutás előtt áll. De a modern bánya már nem lesz olyan romboló hatással a környezetre, mint akár most is.